A bohózat története szerint egy alkalmi haknira verbúválódott társulat kétségbeesetten keresi rendezőjét, kellékeit, szövegét, helyét a színpadon és az életben. A nézők a komédiában bekukkanthatnak a kulisszák mögé is, ahol minden kiderül. A színészek közötti konfliktusok kiéleződnek, a kellékek megbokrosodnak, a pánik úrrá lesz mindenkin. Mindez természetesen csak játék, a társulat ezúttal Puskás Tivadar irányítása alatt hozta létre a produkciót. Egyre jobban szeretek rendezni, egyre jobban, mert a teljességet látom abban a pillanatban, nem csak a színészi feladatot látom, mint színész egy darabban, hanem az össz darabnak a létezését, hogy hogy működhet, mik az igazi mozgatórugói a darabnak, hogy milyen gondolatok vannak még azon kívül, mintha csak egy szerepet játszanék benne. A főbb szerepeket Pregiczel Fruzsina, Fellinger Domonkos, Dézsi Darinka és Szabó Márta alakítják. Az egyik színészt, Geri Lezsunt, Rák Zoltán játsza, aki úgy gondolja, bár vígjátékot játszani nehéz, nagyon izgalmas próbafolyamaton vannak túl. Az a nagyon nehéz benne, hogy iszonyatosan pontosnak kell lenni. Mert hogyha egy vígjáték nem pontos, akkor nincs ritmus az előadásnak, és onnantól kezdve minden borul. De hogy az életben is ugye akkor vicces valami, hogyha ha pont akkor jött be valaki, amikor becsapódott egy ajtó. Ez ugyanígy van színpadon is, csak ezt nagyon keményen ki kell gyakorolni. Hamvai Kornél fordítását Sedjánszky Nóra alkalmazta színpadra, az izgalmas díszletet Boldizsár Zsolt, a jelmezeket pedig az énekesnőként ismert Horányi Júli tervezte. A Függöny fel című bohózat premierjét szombat este láthatja a közönség a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán. Próbálunk! Kiállunk! Próba közben soha!